Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy Gulyás Marci és a Partizán tavaly több mint 400 millió forintot szippantott fel az egészségügy elől? Míg te az adód 1%-át a Heimpál gyermekkórháznak küldted, addig Marciék arról győzködték az embereket, hogy ezt a pénzt adják nekik. Most arról kérdezzük az ELTE diákjait, hogy szerintük mennyire etikus úgy pénzt gyűjteni, hogy ezzel az egészségügytől vonják el a támogatásokat. Szerintetek ki érdemel több támogatást, egy médiacég vagy az egészségügy? Az egészségügy. Az egészségügy nyilvánvalóan. Az egészségügy. Ez egyébként egy nagyon relatív kérdés, viszont véleményem szerint sokkal több pénzt kéne belefektetniük az egészségügybe, mint amit most fektetnek. Egészségügyi egyetlen. Egészségügyi alapítvány. Talán inkább a kórház, én azt mondanám. A kórház. Nagyon érdekes kérdés. Az egyik a szociális rész, a másik pedig inkább az egészségügy. Szerintem aki embereket ment, azért jobban megérdemli a kompenzációt. Szerinted mennyire etikus egy médiacég részéről úgy pénzt gyűjteni, hogy ezzel potenciálisan az egészségügytől veszel támogatást? Hát egyáltalán, szóval ennek nem sok etikája van szerintem, bár azt mondanám, hogy a média gyártóknak pontosan ugyanolyan nagy szerepük lehetne, amennyiben nyilván szabad sajtóról beszélünk. Egyáltalán nem etikus. Nem etikus. Ez egy nagyon jó kérdés. Én sem is nem tudok válaszolni. Nem etikus szerintem. Hogy etikus-e? Most relatív az etikusság sok ember részére. Szerintem nem annyira jó dolog. Nem. Igazából helyzettől függ, de legtöbb alkalommal én véleményem szerint nem annyira etikus. Tavaly, amikor az emberek az adójuk 1%-áról döntöttek, messze a Partizán kapta a legtöbb támogatást. Több támogatást kapott, mint a Heimpál gyermekkórház. Te mit szólsz ehhez? Hát, hogyha az emberek ezt szeretnék, bár nyilván nem értek vele egyet, de nem lehet vele mit csinálni. Nem örülök. Hát én nem tudok erről semmit, úgyhogy erről nem nagyon tudok mélemény. Nem is nagyon tudjuk befolyásolni, szóval. Egészen félre vannak helyezve a prioritások, és ugye emiatt következett be ez, ami nem tudom, szerintem nem jó. Igazából az emberek annak adnák az 1%-okat, akinek szeretnénk, szóval. Mindenki maga dönti el, hogy mire költi az adója 1%-át, nem ezzel az 1%-kal váltjuk meg az országot, ellenben a maradék 99 hogyan kerül elköltésre, inkább arról kéne beszélgetni. Szerintem ez teljesen rendben van, a Partizán baromi jó tartalmakat gyárt, amit a magyar közmédia nem teljesít be. Szerintem is szintén ez a véleményem, mondjuk ebben a témában nem vagyok annyira jártas, de szerintem a Partizán kapta, akkor egyértelműen jó választás volt. Tavaly, amikor az emberek az adójuk 1%-áról döntöttek, akkor a Partizán kapta messze a legtöbb felajánlást, többet, mint a Heimpál gyermekkórház. Szerinted ez így mennyire etikus Marci részéről ilyen helyen gyűjt pénzt? Ez is egy nagyon jó kérdés. Véleményem szerint a Partizán is egy olyan, hogy is mondjam, olyan szervezet, ami megérdemli az adójuk 1%-át, viszont ugyanezt a pénzt a Heimpál gyermekkórház sokkal hasznosabban fel tudta volna használni, és a gyerekeknek az egészségére költeni a pénzt. Hát ez szerintem egyáltalán nem etikus, de szerintem itt mindenki nevébe beszélek, de sajnos ezzel nem tudunk mit kezdeni, de nem etikus. Szerintem nem csak ők vonják meg így a lehetőségeket az egészségügytől, ugyanúgy mások is. Abszolút nem. Nem hiszem, hogy erre tudnék így válaszolni. De nem veszel az egészség, nem az egészségügytől veszi el a pénzt. Egyszerűen az emberek, hogyha úgy gondolják, hogy ők neki szeretnék felajánlani a pénzt, akkor odaadják és adhatnák ugyanúgy az egészségügynek. Ha emberek választottak volna a között, hogy a Partizánnak adják, vagy az egészségügynek, és úgy választok a Partizán, akkor mi ebben nem tudunk beleszólni, ez a saját döntésük. Véleményem szerint, hogyha az emberek úgy gondolják, hogy megérdemelnek egy normálisabb tájékoztatást, mint amit véleményem szerint az M1 és az egyéb ilyen közmédia beteljesít, akkor igen, jól van ez így. Az emberek döntése volt, eléggé igazából meglátszik, hogy inkább mire költenének az emberek, de ha ők inkább egy média vállalatra, hogy még a cégre költenek, akkor úgy költenek. Az egészségügyi oldal is kapott egy eléggé jó támogatási összeget, de én azt mondom, hogy az egészségügyi többet érdemelt volna. Hát persze, mivel csak igazából annyi történt, hogy biztosított lehetőséget, hogy az adója 1%-át bárki felajánlhatja a Partizán részére. Ezt rengetegen csinálják, persze, hogy nem lesz etikus, de igazából nem.
követ ezzel semmilyen etikai hibát el. Marciék természetesen nem tettek semmi törvénybe ütközött. Itt az a kérdés, hogy etikus-e úgy pénzt gyűjteni, hogy médiabirodalomként jóval több erőforrással rendelkeznek, mint például a Magyar Gyermekmentő Alapítvány. Bár a fene tudja. A Pumpet Gabós interjú nyilván fontosabb volt, mint mondjuk egy kórterem felújítása. Webkamoztam abban az időben. Vertem a faszomat a kamera előtt.